Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Korszerű és modern parkká építették, 532 millió forintból újult meg a mohácsi Szepesi tér. Megváltozhat a munkaerőpiac? Az ipar jövőjéről tanácskoztak a szakemberek. Meglepetés, mozgásában korlátozott kisfiú álmát váltották valóra rendőrök. Jól esik, de tilos, betegségeket okozhat a fürdőzés a szökőkutakban. Futópálya, gyermek és felnőtt játszótér, kamerarendszer. Többek között ilyen elemeket is tartalmaz az a fejlesztés, mely a Mohácsi-Szepesi téren zajlott. A park felújítása 532 millió forintos topforrásból valósult meg. Az ünnepélyes átadón Szekó József polgármester elmondta, ez a beruházás főként a mohácsiak igényeit elégíti ki. Tambura zenekar adott rövid műsort a megújult Szepesi téren, Mohácson. A terület teljes egészében megújult egy toppályázat keretében összesen 532 millió forintból. A munkálatokban több vállalkozó is részt vett, többek között járdafelújítás, parkosítás zajlott, de kialakítottak kamera és közvilágítási rendszert, futópályát, illetve pihenőhelyeket is. A kicsik legnagyobb örömére modern játszótér is épült a téren. Az átadó ünnepségen Szekó József polgármester azt mondja, látszik, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki szívesen használja ki, a megszépült terület adta lehetőségeket. Létesült egy ilyen szenior játszótér, illetve hát inkább fiatal felnőttek részére, de látom, hogy ott a fiataloktól kezdve a legidősebbekig is már sokan használják esténként, sokan futnak, a játszótér szinte mindig van néhány gyerek, de többnyire inkább tele van. Tehát én úgy vélem, hogy ez egy olyan program, egy olyan beruházás volt, ami időszerű volt, és ami sikeres és népszerű lesz a mohácsiak körében. A beruházás főként a mohácsiak igényeit elégíti ki, de természetesen nem elhanyagolható a turizmus szempontjából sem, hiszen fontos a szép, rendezett látvány a városba érkezőknek is, tette hozzá a polgármester. Szekó József elmondta, jelenleg összesen 24 milliárd forint értékben vannak előkészítés alatt, illetve zajlanak már más fejlesztések. Ezek a beruházások mind a mohácsiak, mind az ide látogató turisták számára fontosak lesznek a jövőben. Tehetségműhely, ez a kult szava annak a többrétű együttműködési megállapodásnak, amit a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi karának dékánya írt alá, Pécsi és Szekszárdi, a tehetséggondozásban élen járó intézmények és civil közösségek vezetőivel. Jó jel az együttműködésünket illetően, hogy egy rendkívül bonyolult aláírási folyamatot ennyire gördülékenyen és egyetértésben valósítunk meg. Az együttműködés keretében a felek közös tehetségműhelyeket alakítanak ki, mely által lehetőséget biztosítanak tehetséges középiskolás diákok számára az egyetem kutatási programjainak és diáktudományos tevékenységének megismerésére, a tudományos munkába való bekapcsolódásra, és arra törekednek, hogy minél több középiskolás diáknak nyíljon lehetősége arra, hogy egyetemi mentoraik, konzulenseik segítségével önálló kutatást végezzenek, dolgozatokat készítsenek, és eredményeiket tudományos diákköri konferencián mutathassák. Be. A Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Kar, mint alsófokú pedagógus képző intézmény, ugyanakkor arra a tendenciára is reagálni kíván az együttműködésekkel, melyet nem pedagógus hiányként, inkább a jó pedagógusok hiányaként, a megfelelő pedagógus utánpótlásként emlegettek az aláíró intézményvezetők. Nem titkolt törekvésünk az, hogy ne csupán a tehetségekre figyeljünk, hanem azokra a leendőbeli pedagógusokra is, akik majd a tehetségeket segítik, akik a tehetséggondozási munkában kimagaslót tudnak nyújtani. A szerződéseket Turi Katalin, a Pécsi Gyakorló Intézmények igazgatója, Heilmann Józsefné, a Garai Gimnázium igazgatója, és Gesztesi Enikő, a Honismereti Egyesület elnöke írta alá a KPVK dékánjával. Miről szól az okosipar, mit jelent az ipar 4.0, egyáltalán milyen irányba változik az iparágazat? Többek között ezekről a kérdésekről is tanácskoztak a szakemberek az Ipar Jövője című konferencián Pécsen. A találkozón elhangzott, a cégek innovatív megoldásai mellett az oktatásban is követni kell az újdonságokat, ha megfelelő munkaerőt akarnak képezni a jövőben.
Hiányzik a termelőipar a régióból, mondta Hirt Markusz azon a kerekasztal beszélgetésen, melyen az ipar jövőjéről tanácskoztak szakemberek. A dél-dunántúli gépipari klaszter elnöke szerint a munkaerőhiány miatt nem lehet termelőipari egységeket telepíteni a Somogy-Tolna-Baranya régióba, ezért más eszközökhöz kell folyamodni, ha fejlődni akar a dél-dunántúl a jövőben. Kifejezetten innovatív technológiai cégekre kell alapozni a jövőnket Dél-Dunántúlon. Van egy tudásközpontunk, illetve több is Dél-Dunántúlon, a Kaposvár Pécs mellett Nagykanizsa erősen fejlődik, de hát Pécs az a hagyományos, ugye 14. század óta létező entitás. Erre kell alapozni a fiatalokra is, hát a kellemes légkör, amit Dél-Dunántúlon van. A konferencián nagy szerepet kapott az ipar 4.0. A stratégia lényege az információs technológia és az automatizálás egyre szorosabb összefonódása. Ennek értelmében gépek végzik majd el azokat a munkafolyamatokat, amiket ezelőtt az emberek. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem lesz szükség a humán erőforrásra, emelte ki az eseményen Katona László. Más jellegű munkaerőre és más jellegű képzettségekre van egyre inkább szükség a gyártó cégeknél is. Úgyhogy természetesen ez a hiány, ez fennáll, vagy ez nehézség, ez fennáll. A találkozón elhangzott, az oktatási portfóliót is a modern technológiai tudásbázis létrehozása felé kell fordítani, hiszen akár a most itt tanuló külföldi hallgatók is bevonhatók később a hazai ipari folyamatokba. Robotprogramozó, tervezőmérnök és más hasonló munkakör betöltésére kell képezni a fiatalokat, ha a jövő innovatív cégeinél keresnek állást, mondják a szakemberek. A Pécsi Tankerületi Központ a korábbi évekhez hasonlóan idén is díjazta a tanév során országosan kiemelkedő tanulmányi, sport és művészeti eredményeket elért diákjait. Az ünnepségen 200 tanulót jutalmaztak, de megköszönték a felkészítő pedagógusok munkáját is. A tehetség érzékelhető, látható, önmagában teljes és mindenre képes. Mindeközben az egyénen múlik, hogy mindebből mit él meg és bontakoztat ki, fogalmazott Páva Péter tankerületi igazgató a hagyományos évvégi jutalmazáson. A Pécsi Tankerület 15 000 diákja közül körülbelül 200-at díjazunk a legjobbakat. Mindenki a saját iskolája típusának megfelelő oktatásban vesz részt, és ebből a szegmensből kapja a díjat, tehát a fogyatékkal élők sportján elért eredményért, a fizika OKTV-n elért diák pedig a fizika OKTV-ért. Két ifjú feltaláló egy olyan mérőrendszert alkotott meg, amiért a megyében egyedüliként országos második helyezést értek el, egyikőjük pedig megkapta a junior ösztöndíjat is, ők is átvehették a tankerületi elismerést. Ez a 28. Magyar Innovációs Tehetségkutató versenyen második díjasok lettünk a társadalom, aki most nincsen itt, nem tudott eljönni. Egy Janusz Méter nevű projektet csináltunk, ez egy végül univerzális mérőrendszer iskolák számára, és a tanulói méréseket könnyíti meg, és kicsit érthetőbbé teszi az egészet. A pécsi éltes egymibe speciális nevelést, oktatást igénylő, tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott autista és mozgássérült tanköteles korú fiatalok járnak. Az iskola 10 fős csapata idén a Kapkodd a lábad elnevezésű ügyességi verseny országos bajnoka lett. Versenyeztük, voltak több csapatok is. Olyan gyorsak voltak, hát ilyen alig tudtuk legyőzni. Nagyon gyorsak voltak. Bartók Dorina már korábban is szerepelt országos döntőn atlétikában, most két versenyszámban is eljutott a legjobbak közé. Most voltunk országos egyénibe voltam, a kislabdában meg súlylökésben negyedik lettem. Nem, súlylökésben 11. és kislabdában meg negyedik lettem. A tehetséggondozás az iskolák és a pedagógusok fontos feladata. A Pécsi Tankerületi Központ a hagyományos tanévvégi jutalmazással, a tehetségek elismerése mellett az őket felkészítő pedagógusok munkáját is megköszöni. Emberöl és kábítószerkereskedelem csak két súlyos bűncselekmény, ami miatt büntetésüket töltik azok az emberek, akik rossz cselekedeteiket megbánva most a közösség érdekében vállaltak önkéntes munkát. A pécsi belváros egyik eldugott zugában segítenek kertet kialakítani. Őreik azt mondják, nem jelent kockázatot a külső helyszínen folytatott munkavégzés, a szigorú őrzésen túl megszűrték a jelentkezőket, csak azt engedik ki a börtönből dolgozni, akit előzetesen alaposan átvilágítottak.
Nem is sejtik a járókelők, hogy itt a Pécsi Király utca 7 szám alatt működik a Zöld Folt közösségi kert. Zöld ágyások a belső udvar egyik részén, a másik területen munkások bontják az épület maradványokat. Azonban ők nem egyszerű szakmunkások, a börtönből érkeztek, hogy segítsenek. Már körülbelül egy éve megy ez a munka. Nagy segítség volt számunkra az, hogy a BV intézetnek a programján keret, vagy a programján belül megvalósulhatott ez a bontás, amit ugye az átlag lakosság azért nem képes lebontani egy ilyen rozog a bódésort, ezzel nagy területet tehetett még hozzá csatolni ez a közösségi kerthez. A Gerillárt Egyesület több éve szervezi a fogvatartottak munkához jutását. Most egy országos jóvátételi program keretében jutottak munkához az elítéltek. Abba kell megragadni a lényegét, hogy noha megkapták az ítéletüket ezeket a fogvatartottak, el is kezdték ezt tölteni, mégis úgy döntöttek, mi szervező segítségünkkel együtt, hogy a közösség javára, a közösség a társadalom érdekében tesznek valami többet, valami pluszt ezen felül. És ez a programnak a lényege. Az önkéntvállalás, illetőleg az, hogy egy többlet tevékenységgel gyarapítják a társadalmi értékeket. Ezek az elítéltek vissza szeretnének kerülni a társadalomba, ezért jelentkeztek az önkéntes munkára. Jelenleg 5 elítélt dolgozik a közösségi kert bővítésén, 2 fiatalkorúak, 3 pedig felnőttkorúak. Van, aki kábítószer miatt került a rácsok mögé, de van, akit emberölésért ítéltek el. Az elítéltek komoly vizsgálaton estek át, személyiségük, eddigi viselkedésük alapján javasolták a külső munkavégzésre őket a szakemberek. Így nem jelent kockázat a foglalkoztatásuk a börtön falain kívül. Tilos és veszélyes szökőkutakban fürdeni, a kánikulában sokan választják a városokban működő mesterséges gejzírek nyújtotta hűsítő lehetőséget. A Baranya megyei tisztifőorvos azonban azt mondja, szó szerint bármi lehet ezekben a vizekben, hiszen nem ellenőrzöttek. A nagy melegben többször láthatunk már a pécsi szökőkutakban fürdő, magukat hűsítő embereket. A gyerekek előszeretettel vetik bele magukat a frissítő vízcsóvákba. A megyei tisztifőorvos szerint azonban ez igen nagy felelőtlenség, nem beszélve arról, hogy tiltás is vonatkozik erre a tevékenységre. Dr. Kassai Veronika elmondta, az ilyen szökőkutak vizei nincsenek ellenőrizve sem kémiai, sem mikrobiológiai szempontból. A szökőkutak vizét kémiai anyagokkal kezelik, és víz felfrissítés nem történik a szökőkutakban, hát gyakorlatilag sokszor ugyanazt a vízmennyiséget keríteti, ami még vegyileg is elképzelhető, hogy kezelve van. Hát most ebből következik logikusan, hogy ebbe a vízmennyiségbe, főleg melegbe, szó szerint bármi lehet. A megyei tisztifőorvos azt mondja, az ilyen nem ellenőrzött vizekbe, legyen a szökőkút vagy természetes víz, semmiképpen nem ajánlott belemenni. Ez kifejezetten érvényes a kisgyermekekre, hiszen az ő immunrendszerük még gyengébb, mint a felnőtteké, így bármilyen fertőzést összeszedhetnek az ilyen helyeken. Vári Attila kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, a pécsi Fidesz polgármester jelöltje volt a vendége a Menőmenzák projektnapjának. A gyárvárosi juniálison a mozgás és egészséges táplálkozás témanap keretében ismerkedhettek meg a gyerekek a sportos életmód fontosságával, és kérdezhettek az olimpiákról, a sikerekről és kihívásokról. Korborsó, alma, répa, karalábé. Jovanovics Ádám azt sorolja éppen, hogy melyek a kedvenc zöldségei és gyümölcsei. Közösségi összefogással a Menőmenzák az iskolákban pályázat eredményeként a diákokat szolgáló fejlesztés valósult meg tavasszal a Siebert Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, és az eredmények már kézzel foghatóak. A technika tantár tanterve ételkészítést is tartalmaz, de az is fontos, hogy a gyerekeket megtanítsák az egészséges ételek elkészítésére és az ízletes asztalterítésre is. A gyerekek képzést kaptak, elméleti képzést az egészséges táplálkozásról. A mi iskolán kippes bázisiskola, és csoportfoglalkozások, kippes csoportfoglalkozások keretében bővítették az ismeretüket még a tavalyi évben. Utána jött az alkalmazása ennek az elméleti tudásnak, és elkezdtek főzni, sütni, egészséges alapanyagokból egészséges ételeket készítettek a dietetikusunk Emmert Judit és az osztályfőnökök segítségével, szülők bevonásával.
A Menő Menza program juniálisán az egészséges életmód és a mozgás kapcsolata volt a téma. A projektnap díszvendége Vári Attila kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, a pécsi Fidesz polgármester jelöltje volt, akit a gyerekek csak úgy bombáztak a kérdéseikkel. Nagyon nyíltak a gyerekek, és minden érdekli őket, és nagyon aktívak voltak itt a találkozó alatt, és nagyon örülök neki, hiszen az azt jelenti, hogy érdeklődőek, meg hát föl vannak készítve az élet minden területére, és azt el tudom mondani, hogy rengeteg helyen jártam már, de ennyire nagyon komoly aktivitást azt nem tapasztaltam. A Menő Menza új tankonyhája a pedagógusok és a szülők közreműködésével, a Pécsi Életmód Egyesület szakmai koordinálásával, valamint a Pécsi Tankerületi Központ segítségével valósult meg. Én azt tapasztaltam, hogy sokkal motiváltabbak a gyerekek, mint az elején, hisz ezen dolgozunk, hogy közelebb hozzuk hozzájuk mind a táplálkozást, az egészséges táplálkozást, a friss helyi alapanyagokkal, mind a sportot a helyi sportolókkal. És ez a nap mutatta meg azt, hogy a munkánknak van eredménye, és nem kicsi, én úgy gondolom egy év alatt nagyon sok változást elértünk a pedagógusokkal. A keleti városrészben található tankonyhában az iskolai foglalkozások mellett havonta kétszer dietetikus segít a sütés-főzésben, az alapanyagok megismerésében, valamint hasznos tanácsokkal látja el a pedagógusokat, tanulókat és szülőket egyaránt. Nagy Ferencről emlékeztek meg a Baranya megyei Bissén. A volt kormányfő 1979. június 12-én az Egyesült Államokban 75 esztendősen hunyt el. Halálának 40. évfordulója adott alkalmat arra, hogy a településen összegyűjjenek tisztelői a politikus egykori portája előtt. Az ünnepség egyik szónoka Apáti István, független parlamenti képviselő azt mondta, Nagy Ferenc hazánk méltatlanul elfeledett személyisége, hiszen még a középiskolás történelem könyvek is alig tesznek róla említést. A képviselő felidézte, a Független Kisgazdapárt egyik alapítója, egykori miniszterelnök emigrálni kényszerült, így csak kevesen ismerik munkásságát napjainkban. Hogyha arra gondolunk, hogy már alig-alig vannak köztünk olyanok, akik találkozhattak vele utoljára, valamikor 1947 tájékán, sajnos ez a generáció nagy része már nincs köztünk, nagyon kevesen tudnak erről megemlékezni, nagyon kevesen tudnak személyes benyomásokat elmondani, de szerencsére azért a történelem, a históriák lapjai megőrizték Nagy Ferenc életpályát és élettörténetét. Mozgásában korlátozott kisfiú álmát váltották valóra a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai. A fiú nagyon szeretett volna egy igazi rendőrautóval utazni a barátjával közösen, az egyenruhásoknak köszönhetően pedig nem is csak ebben lehetett része. Ott van ez a nagy busz, azzal fogunk menni. Nagy volt a meglepetés, amikor Ricsi meglátta a hatalmas rendőrségi buszt, amivel azért érkeztek az egyenruhások a fiú szüleinek Várdombi házához, hogy fagyizni vigyék őt és Johannát, a barátját. De jó lesz belül. Néhány perccel később pedig Ricsi már a rendőrségi autóban ült. Ekkor már tudta, hogy hamarosan valóra válik egy régi álma. Azt kértem, ha jól emlékszem, hogy egy különleges járműve, ugye az már megvan. Elvihessem a barátomat fagyizni. A 11 éves fiút és a barátnőjét az Őcsényi repülőtéren már többen várták, és meglepetéssel is készültek. A Budapestről érkezett hagyományőrző rendőrszázad tagjai ugyanis azt is felkínálták a gyerekeknek, hogy utazhatnak az egyik általuk idehozott különleges rendőrautóval. Ricsi végül egy egykori Lada járőrkocsit választott. A fiú még a szirénát is bekapcsolhatta, visszafelé pedig valóságos rendőrkonvoj kísérte őket. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt mondja, egy percig sem gondolkodtak azon, hogy teljesítik Ricsi álmát, amikor tudomást szereztek arról. Az egyik járművel, amit Ricsi saját maga személyesen választott ki, ebbe beültettük őt, és tettünk vele egy nagy kört, egy felvonulást rendeztünk, megkülönböztető jelzést használó járművekkel. Ricsi volt a pilótának a segédje, és ő mondta, hogy merre menjünk az autókkal, és egy óriási élményt okoztunk számára. Ricsi és a barátnője az utazás után még íjászaton és habpartin is részt vett. Víradást szerveztek a leukémiával diagnosztizált Gereben Líviának a csapattársai. Az Atomerőmű KSC Szekszárd 19 éves válogatott kosárlabdázójáról május elején derült ki, hogy súlyos betegséggel küzd.
ez az izgalom. Egy gyors egészségügyi alkalmassági vizsgálat, és már ülhettek is be a véradók az előkészített székekbe. Már a kezdéskor is sorban álltak az emberek, olyan sokan akartak Gereben Líviának segíteni. A nagyobbik lányom ismeri, akinek szervezték az irányított véradást, és ezért úgy gondoltam, hogy csak így tudok segíteni, sehogy máshogy. Az úgynevezett irányított véradás azt jelenti, hogy a véradók kifejezetten névre szólóan egy konkrét személynek ajánlanak fel vért. Ehhez a véradás előtt meg kell adni a segítségre szoruló beteg nevét, személyes adatait és azt, hogy melyik kórházban kezelik. A mostani véradók közül sokan azért jöttek el, mert imádják, hogy Gereben Lívia a pályán játszik. Évtizedek óta szekszárdi szurkoló vagyok, és imádjuk a kosárlabdát, és azt a Lívinek mindig drukkoltunk, mert egy nagyon ügyes, fejlődő, képes, okos, szép kislány, és nagyon mellbevágott a hír, és nyilván az ember ott segít, ahol tud. A 19 éves Gereben Líviánál május elején diagnosztizáltak leukémiát, akkor azonnal meg is kezdték a kezelését Budapesten, azóta is abban a kórházban segíti a gyógyulását egy orvosi csapat. A leukémia ellen a kemoterápia az egyik leghatékonyabb gyógymód. Lívia is ezt kapja, emiatt viszont folyamatosan friss vérre van szüksége a szervezetének. Azok a gyógyszerek, amiket ők kapnak, az a csontvelőnek a működését nagy mértékben gátolja, ezért a vérsejtek nem termelődnek megfelelően, ezért folyamatosan pótlásra szorulnak. Ez azt jelenti, hogy a leukémiás betegek kezelésük hónapjai alatt heti vagy napi rendszerességgel vérkészítményekre szorulnak. A leukémia kezelésében az őssejt átültetés is gyakori gyógymódnak számít, ehhez viszont hihetetlen nehéz megfelelő donort találni. A vérellátó szolgálat orvosa szerint ezért, aki vért ad, érdemes megfontolnia, hogy az őssejtjeiből is ajánljon fel. A jelentkezésről lehet tájékozódni az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján, illetve a vérellátók orvosai is szívesen adnak tájékoztatást. A jelentkezés feltétele a 45 év alatti életkor és egy 56 napon belüli véradás. Az atomerőmű KSC stábja egyébként azt tervezi, hogy a jövőben rendszeresen szerveznek majd Gereben Líviát segítő irányított véradásokat. Több tízezren fordultak meg a szekszárdi pünkösdi hal és vadünnepen a rendezvény 4 napja alatt. A sztárfellépők mellett rengeteg családi programmal is készültek a szervezők. Márkó Márkovics, a világhírű trombitás, Bobán Márkovics fia és együttese varázsoltak balkáni hangulatot szombat este Szekszárd főterére. A koncert ideje alatt teljesen megtelt emberekkel a Béla Király tér. Rengetegen voltak kíváncsiak a város második legnagyobb éves rendezvényére. Napközben gyerekeknek, családoknak szóló programok várták a pünkösdölőket. Halász Szürit közel 30 éve énekli magyar költők verseit a magyar könnyűzene legjobbjainak megzenésítésében gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Csiribiri című előadása Csokorba fogja egyedülálló pályafutásának legnépszerűbb alkotásait. Azokat a verseket, amelyeket én értékesnek találok, azokat a költőket, akiket szeretek, azokat én nagyon szívesen megismertetném a gyerekekkel dalformájában, és azért dalformájában, mert a dalokat a gyerekek könnyebben tanulják, jobban szeretik hallgatni. A pünkösdi hal és vadünnep záróakkordját Nagy Feró és a Beatrice szolgáltatta. A nemzet csótányaként is ismert zenész a színpadon még hozza a kőkemény rockert, a híres baboskendő viszont már csak a zsebében van meg. Azt mondja, az évek alatt megbocsátóbb lett, és ma másképp nézi a világot, mint a 80-as években. A 20. század megítélése szerint csak bajt hozott a magyarságra, ezért, ahogy a műsor címe is hirdette, nem a szíve közepe a korszak. Sikertelen volt a 20. század. Tehát annyi rossz történt velünk, ami Mohács óta nem. De most mondhatom, hogy a 21. század minden reményeim szerint, nem csak reményeim szerint, hanem úgy is látszik, hogy ez a magyarok évszázada lesz. A pünkösdi hal és vadünnep országosan is egyre népszerűbb fesztiválnak számít. A pünkösd az éppen 3 napos ír, hogy Gyémánt Városmarketing díjjal rendelkező fesztiválja most már a városnak. Ez a 3. egyébként a Hári János és a születőnapok mellett. A pünkösdi hal és vadünnep 4 napja alatt összesen több 10 000 ember fordult meg a rendezvények helyszínein.
Ötödik alkalommal rendezte meg a kisdorogi német nemzetiségi önkormányzat a Nudeltágot. A környező települések lakosságát is megmozgató rendezvény célja a hagyományos, már elfeledett tésztafélék ízének és elkészítésük módjának felelevenítése. Számos jó sikerült, a falut azonnét elszármazottakat is megmozgató rendezvény után a kisdorogiak is 5 évvel ezelőtt kitaláltak maguknak egy olyat, ami a gasztronómián keresztül mozgatja meg, hozza össze a helyieket. Ez lett a Nudeltág, a Nudelnap, pontosabban a Nudelfesztivál, amely házi készítésű tésztaételeket helyez reflektorfénybe, megspékelve mindezt a helyi kultúrával. Voltak olyanok is, akik otthon készítették el nudliukat, mások a helyszínen pavlovi reflexeket megmozgató módon mutatták meg, hogyan is készül a félig meddig titkosnak nevezhető, de még nem levédett angyalbödör. Falun nagyon egyszerűen ételt készíteni, mert ha a nudlihoz, ami finomság van a hegyben és a kertekben, azt mind beletettük. És aztán még a fiúk felmentek a kamarába, és hoztak le szalonnát is, és belevágtuk azt is. Egy nagyon finom ételről van szó, ami olcsón előállítható. Elvégre víz, só, cukor, tojás minden háztartásban kell, hogy legyen. Pénztárca kimélő, igen, mert nem drága az alapanyag, amit... Tehát megtermeltek, meg most mai napig is meg lehet még termelni otthon. Miközben kóstolásra várakoztak az egyéb házi készítésű különleges tésztafélék, többek között a sütemények, torták is, Pünkösthöz méltó német nemzetiségű folklor műsor zajlott a sátras nagyszínpadon. A kisdorogiak, a teveliek, az egyházas kozáriak mellett új fellépők voltak a hajósról érkező fúvósok és táncosok. A hajósi ének és tánccsoportot is meghívtuk, igyekszünk átnyúlni a megyénken túl is, ilyen jó kapcsolatokkal. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon Krónika hátralevő részében. Rétes Fesztivál, a különleges finomságokról szólt minden Bátaszéken. Mások adataival éltek vissza és vásároltak, különös ügyet derítettek fel a kaposvári rendőrök. Pécsi szál, egy film Pécs könnyű zenéjéről nem csak pécsieknek. Az összefogásban rejlik az erő, évzáró juniális tartott a Kozár Mislenyese. Klasszikus túrós, sóskáposztás és tejbegrízes mogyorókrémes, minden a rétesről szólt a Bátaszéki Pünkösdi Fesztiválon. A Német Nemzetiségi Egyesület által szervezett gasztronómiai és kulturális programon bemutatkoztak a helyi egyesületek és csoportok, mind a színpadi, mind pedig a konyhai tudásukat illetően. Ez a felás három túrós, melyik túrós? A klasszikus túlós mazsolás és grízes megyes édességeken kívül a sós ízesítésű káposztás és tökös rétesek is megtalálhatóak voltak a kínálatban, de olyan különleges hozzávalókkal is találkozhattunk, mint a csili vagy a mogyorókrém. Nálunk németeknél a túrós mazsolás, a mákos megyes, almás, és hát vannak sósak is, például a káposztás rétes, ami sokak nagy kedvence, és még számtalan ízesítésben. Ma a gyerekek legnagyobb örömére a grízes nutellás, tejbe grízes nutellás. A gasztronómiai élvezetek mellett kulturális programok is várták a résztvevőket. Alapvetően a pünkösd a németség, a svábság ünnepének tekinthető, és nálunk tényleg hagyomány, hogy a sváb és a német kultúrát, zenei kultúrát, tánckultúrát próbáljuk megmutatni, természetesen ötvözve a bátaszéki csoportokkal is. Amíg a gyerekek a színpadon ügyeskedtek, a felnőttek a rétesek elkészítésével és átulásával foglalkoztak. Évről évre felmérjük, hogy mire van igény, és nagyon régóta keresik nálunk a káposztás rétest, úgyhogy idén azzal készültünk, meg a specialitásunk most már a szalonnás rétes, amiért visszajárnak most már hozzánk. Úgyhogy igazából ez, amivel mi készülünk. Évről évre egyre több rétes vagy a fesztiválon. Idén a felvidékiek 200, a székelyek 600, a németek 2400 darabbal készültek. A felvidéki szalonnáson kívül a székelyek csilis alkotását és a sváb megyes rétest is érdemes volt megkóstolni, de a túrós libizlis édesség is rendkívül kelendő volt.
Szó szerint szétszakította egy munkástestét egy úgynevezett kúpos rönkhasítógép tavaly Kocsolán. A tragédia azért következett be, mert mind a férfi foglalkoztatója, mind maga a sértett is gondatlan volt. Az áldozat nem értett a gép használatához, munkáltatója pedig sem a munkakörülményekkel, sem a segédmunkás oktatásával nem foglalkozott. Az elsőfokú ítéletben a bíró 2 év fogházbüntetésre ítélte a vádlottat, amit 2,5 évre felfüggesztett. Ezt hagyta most helyben a másodfokon eljáró szekszárdi törvényszék. Így néz ki az a traktor hajtotta kúpos rönkhasítógép, ami tavaly márciusban egy dolgozó halálát okozta Kocsolán. A fatelepen akkor állt munkába egy férfi, és miközben a gép elé berakta és neki nyomta a fadarabot a forgókúp hegyének, bekapta és felcsavarta a ruháját, és magával rántotta a férfi testét is. A segítségére sietők csak a felszabdalt testrészeit találták meg, segíteni már nem tudtak rajta. A Dombóvári Bíróság első fokon a cégvezetőjét bűnösnek találta, halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében, és 2 év fogházra ítélte, aminek a végrehajtását 2 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet ellen az ügyész fellebbezett a büntetés súlyosbítását kérve. A szekszárdi törvényszék másodfokon tárgyalta az ügyet, az ülésen a cég vezetője elcsukló hangon mondta el, mennyire megbánta hanyagságát. Egy ilyen megsérült teher számomra, nagyon-nagyon sajnálom a dolgot. A családban jó a viszonyom, megbocsánat minden. A szekszárdi törvényszék nem módosított az elsőfokú ítéletem. Indított büntetőjében a Dombóvári Járásbíróság 2019. február 13-án per hirdetett 9.122 per 2018 per 8 számítetét helyben hagyja. A szekszárdi törvényszék azért nem szigorított az ítéleten, mert úgy ítélte meg, ez a büntetés elegendő ahhoz, hogy ilyen tragédia többet ne forduljon elő. A bíróság így enyhítő körülményként értékelte a vádlott beismerő vallomását, az őszinte tevékeny megbánását, a büntetlen előéletét, a rendezett családi helyzetét, valamint a sértett gondatlan munkavégzésben megnyilvánuló közrehatását. A szekszárdi törvényszék megállapította, hogy a halálos munkabaleset azért következett be, mert mind a férfit foglalkoztató, mind maga a sértett is gondatlan volt. A segédmunkás nem értett a gép kezeléséhez, és munkáltatójától sem kapott előzetes tájékoztatást arról, hogyan is kellene vele dolgoznia, mire kellene ügyelnie, sőt munkavédelmi oktatásban sem részesült. Különleges módon csaltak ki adatokat somogyi bűnözők, hogy aztán azokkal visszaélve drága mobiltelefonokat és televíziókat vásároljanak. A családi alapon szerveződött elkövetői kör mellett egy futár, valamint 2 orgazda is érintett az ügyben. 17 esetet tártak fel eddig a rendőrök, a kár mintegy 10 millió forint. A csalás sorozatot a kaposvári nyomozók több hónapos munkával derítették fel. Ezeket a nagyértékű telefonokat és televíziókat foglalta le a feltételezett elkövető járművével együtt a napokban a rendőrség egy pécsi lakosnál a kármegtérülés biztosítása érdekében. A beszerzett adatok alapján neki adták tovább a bűncselekmény során szerzett eszközöket. Az ügyben egy másik orgazdához is eljutottak a rendőrök. Különös esetre derített fényt a kaposvári rendőrség, számoltak be erről a csütörtöki sajtótájékoztatón. Mint elhangzott, egy elektronikus hírközlési szolgáltató tett feljelentést a rendőrkapitányságon. Sértettet magát ezt a szolgáltatót úgy ejtette tévedésbe, hogy az elkövetői körtől független személyek adatait szerezték meg, és ezen személyek adataival rendelték meg ezeket az eszközöket, amelyeket utána átvettek, és nyilván a részleteket nem fizették, amiket a mobilok, illetőleg a tévéknek be kellett volna fizetniük. A személyes adatok megszerzése sem volt mindennapos, hangzott el a sajtótájékoztatón. Az egyik érdekesség is szintén az internet veszélyeivel függ össze. Az egyik elkövetőnk, férfi elkövető, női profilra regisztrált a Facebookon, ismerkedni kezdett férfiakkal, majd azért, hogy megbizonyosodjon arról, hogy ezek a férfiak nem fiatalkorúak, és nem, hogy valami probléma történjen ő vele az ismerkedés okán, ezért arra kérte az ővel kapcsolatban álló férfiakat, hogy a személyigazolványoknak a fényképét küldjék el nekik üzenetben, és később ezeknek az adatoknak a felhasználásával történtek meg a
szolgáltató webshopján a rendelések. Az internetes vásárlásnál a készülékek vételárának csak egy részét kellett kifizetni, azonban a fennmaradó összeget már senki nem törlesztette. Eddig 17 esetet tártak fel a rendőrök, a szolgáltatók ára mintegy 10 millió forint. Mi is olyan módszerekkel találkoztunk ebben, amik nagyon érdekesen kapcsolódtak egymáshoz. Nem mondom azt, hogy még soha nem találkoztunk ilyenekkel, de így összetetten és így egymáshoz kapcsolva ezek az elkövetési magatartások, vagy ezek a módszerek, metodikák az elkövetők részéről nagyon érdekesek voltak. Hiszen, mint elhangzott, a csalás, a személyes adatokkal való visszaélés egyaránt szerepel az ügyben. Ráadásul az adatokat az interneten keresztül szerezték meg a feltételezett elkövetők. A hónapokig tartó nyomozás során a rendőrök két kaposvári családi alapon szerveződött elkövetői kört is azonosítottak. Az üggyel összefüggésben 18 embert állítottak elő, a napokban 9 személyt hallgattak ki gyanúsítottként. Ők szabadlábon védekezhetnek. A megalapozott gyanú szerint a feltételezett elkövetőket egy futárszolgálat tagja is segítette, aki pénzt kapott azért, hogy eltekintsen a kézbesítési szabályok betartásától, vagyis nem a számlán szereplő személynek adta át a csomagot, hanem az elkövetőknek. A kaposvári rendőrkapitányság bűnügyi osztálya csalásvédség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntető eljárást. A következő percekben a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed programajánlóját látják. Programok, látnivalók és akciók Pécsről a Zsolnai Örökségkezelő NKFT ajánlásával. Idén is mindenkit várnak a Cella Szeptikóra látogató központba a múzeumok éjszakáján. Az este folyamán a szokványostól eltérő fejlámpás tárlatjáratok indulnak, ahol a séták útvonalán a római kort megidéző meglepetésekre is számíthatnak a résztvevők. Érdemes lesz tehát június 22-én éjjel betérni a látogatóközpontba. A Harcsa Veronika Gyémánt Bálint Quartet Pécsen. A két művész duójának harmadik, 2019-ben megjelenő lemezéről hallhatunk dalokat, június 20-án a Zsolnai negyedben. A kvartettet 2018 tavaszán hallhatta a közönség új kompozíciókkal és a korábbi lemezek legjobb dalainak újrahangszerelésével. Most a negyed Pirogránit udvarán várják majd az érteklődőket. Fényfesztivál idén is Pécsett, immár negyedik alkalommal közel 170 ingyenes kültéri és beltéri programmal, bámulatos fényfestésekkel, fényinstallációkkal, utcaművészeti produkciókkal és koncertekkel vár Magyarország első számú fényművészeti attrakciója, a Zsolnai Fényfesztivál. A tavaly több mint 70 ezer látogatót vonzó esemény idén, június 27-e és 30-a között várja a különleges fényélményekre vágyókat Pécs belvárosában. Az újdonságok között rendhagyó helyszíneket is köszönhetünk, melyek közül az egyik legérdekesebb az Árkád Pécs bevásárlóközpont, ahol egy nappali és egy éjszakai fényalkotást lehet majd megcsodálni. Munkácsi Mihály alkotásai a Zsolnai negyedben, a világhírű magyar festőzseni kiállítása Pák Imre magyar-amerikai műgyűjtő kollekciójából május 17-én megnyitotta kapuit, és fél éven át lesz megtekinthető az M21-es galériában. A kiállításon Munkácsi festményei, több rajza, tanulmánya, vázlatai és az életére dokumentáló fotóanyag is szerepel. Összesen 58 mű és közel 20 fotó. A programokról részletesen a www.pecsiprogram.hu oldalon tájékozódhatnak. Szeretettel várjuk látogatóinkat! Szekszárdi tanyákat és autókat tört fel két fiatal helyi férfi. Egyetlen éjszaka alatt két ingatlanba jutottak be, és öt autót törtek fel. A rendőrök alig 24 óra alatt elkapták őket. Most több év börtön várhat rájuk. Az egyik itteni tanya tulajdonosa értesítette a rendőröket, miután hajnalban észrevette, hogy betörtek hozzá. A 10 és 20 éves tolvajok mezőgazdasági gépeket vittek magukkal. A rendőrök a hívás után azonnal el is kezdték keresni a betörőket. 24 órára sem volt szükségük, hogy elfogják a két fiatalt, akiket meg is gyanúsítottak. A kihallgatás során viszont olyat árultak el, ami még a rendőröket is meglepte. A férfi gyanúsítottkénti kihallgatása során elismerte a bűncselekmény elkövetését, és elmondta azt is, hogy a használati tárgyakat eladta. A tanyákat és autókat feltörő bűnözők Szekszárd különböző részein követték el a bűncselekményeket. Valószínűleg így akarták elkerülni, hogy a rendőrök rájöjjenek, hogy az összes eset mögött ők ketten állnak. A betörésekkel és az autók feltöréseivel jelentős anyagi kárt okoztak, és csak néhány 10 000 forint értékű zsákmányra tettek szert. A használati tárgyak lefoglalása megtörtént, és azokat a tulajdonosának a napokban visszaadták.
A két férfi tetteiket akár több évre is börtönbe kerülhet. Kokain és szteroidokat is találtak a rendőrök tolnai házkutatások során. Két helyi és egy akasztói férfit vettek őrizetbe, akik ellen számos bűncselekmény miatt indítottak eljárást. A nyomozás most zárult le, a rendőrök vádemelést javasolnak az ügyésznek. Drogkereső kutya szimatol a ház előtt, a következő képen pedig már bilincsben kísérik az egyik gyanúsítottat. A két férfit tavaly fogták el Tolnán, egyikőjük helyi volt, a másik akasztóról érkezett, ő volt a díler, az egyik legkeményebb drogból adott el a tolnai férfinak 50 grammot. A kábítószer gyanús anyagról megállapította a szakértő, hogy az 50 darab kis tasakokba elcsomagolt fehér porasz kokain tartalmazott. Mindkét férfivel szemben kábítószerkereskedelem büntet elkövetésének megalapozó gyanú miatt indult eljárás. A tolnai férfival kapcsolatban az is felmerült, hogy egy edzőteremben tiltott teljesítménynövelőket árul egy ismerősével. A rendőrök ezért ott is házkutatást tartottak. Mutatjuk a fotón, mit találtak. Egy szépnyi szteroid és készpénz is volt a teremben. Számos tiltott teljesítményfokozószert, valamint olyan egészségügyi terméket találtak, amelyek Magyarországon nincsenek forgalomban. Mindkét férfivel szemben eljárás indult tiltott teljesítményfokozószer birtoklása, illetve azzal való visszaélés büntet elkövetése miatt, valamint a 43 éves tolnai férfivel szemben egészségügyi termék hamisítása büntet miatt is eljárást indítottunk. A három férfi ügyeiben indult nyomozást most zárta le a rendőrség, mindannyiuk ellen vádemelést javasoltak a nyomozók az ügyészségnek, a gyanúsítottak egyelőre szabadlábon védekezhetnek. Két fonott székért és egy bicikliért tört be egy 24 éves férfi egy tolnai házba. Az áldozatul esett nő két hétre elutazott, mikor hazaért, akkor vette észre, hogy valaki járt az otthonában. A tolvajt hamar elfogták a helyi rendőrök. Az egyik csendes tolnai utcában lakik a nő, aki két hétre elutazott otthonról. Amikor hazaért, akkor vette észre, hogy napokkal korábban valaki betört a házába. A betörő meglepő módon csak két fonott széket és egy biciklit vitt magával. Az áldozatul esett nő azonnal hívta a rendőröket, akik hamar azonosítottak egy 24 éves helyi férfit, és végül ki is hallgatták. Elismerte a bűncselekmény elkövetését, és elmondta azt is, hogy a használati tárgyakat eladta. A használati tárgyak lefoglalása megtörtént, és azokat a tulajdonosának a napokban visszaadták. A székeket és a biciklit tehát a rendőrök már attól a személytől foglalták le, aki megvette azokat. A betöréssel gyanúsított férfi egyelőre szabadlábon védekezhet. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon krónikát. A MetMarkest megint jól kitalálta, segítünk szépíteni és megvédeni kertjét, ingatlanját és pénztárcáját is. Kerítéstáblák, oszlopok, komplett kerítésrendszerek telepítéssel is, hullámrácsok táblában vagy méretre gyártva galambriasztó rendszerek. Ha a dizájn is fontos, válaszon perforált vagy expandált lemezt, kerítés és kapuelemnek. A biztos védelemről a penge éles NATO drótok, szöges drótok, drótvonatok és vadhálók gondoskodnak. MetMark a fémipar specialistája. Szekszárd, Pollák utca 92 a felüljárónál, telefon 74-es körzet 512-678, www.metmark.hu. Körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Electroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Electroid Kft. Minden, ami villanyszerelés.
Közönség találkozót rendeztek a Kultik Pécs Uránia moziban. A Pécsi Szál című film állt a középpontban. Az érdeklődők a mozi élmény után a rendezővel, Lévai Balázzsal beszélgethettek a filmről, érdekességekről, kulisszatitkokról. Akkor melegítsük be a hangszálakat. Sok pécsinek már ismerős lehet ez a néhány képkocka. Lévai Balázs dokumentumfilmjét, a Pécsi Szállat vetítették le az Uránia moziban. Ezúttal azonban a közönség magától a rendezőtől kérdezhetett tulajdonképpen bármit, amire szeretne választ kapni a film kapcsán. Itt akkor leg lehet tudni műhelytitkokat, elmesélem azt, hogy hogy készült a film, hogy indultunk el, milyen egyéb ötletek voltak, milyen kalandok estek meg velünk a forgatás során, miért mi vagyunk az egyetlen film a magyar filmtörténetben, amelynek a szponzorai között van egy temető is, a pécsi köztemető, szóval ilyen kis apróságokat fogok elmesélni. A Kultik Pécs Uránia mozi számára fontos, hogy minél inkább a közönség kedvére tegyen, mondja a regionális menedzser. Mindenképpen szerettünk volna úgy kedveskedni a nézőknek, hogy esetleg hírességeket vagy a filmhez kapcsolódó személyiségeket is meghívunk erre a vetítésre. Próbáltunk egy olyan időpontot találni, ami lehetőség szerint mindenkinek, dolgozónak, iskolába járónak megfelelő. Így esett a választás a Pünkösdre. A pécsi zenei tehetségeket bemutató film egyébként már országos forgalmazásban van. És hogy hogyan lett Pécs a magyar könnyűzene fellegvára? Erre a kérdésre a nézőknek kell megtalálniuk a választ. Véremben van a zene, érted? Évzáró júniális tartott a Kozár Misleny ESE és a Kozár Misleny FC, a város több sportszervezetének együttműködésével. A nap legfontosabb üzenete az összefogásban rejlő erő nagysága volt. Az ünnepségre elfogadta a meghívást Danyi Gábor, a Győri Audi KC baranyai származású vezetőedzője is. Kozár Misleny egész sporttársadalma együtt ünnepelte a szezonzárást. A sportegyesület tagjain kívül a labdarúgó klub képviselőit, valamint a helyi civil szervezeteket is meghívták a juniálisra. A közös ünneplés ötletgazdája a kézilabda szakosztály volt, akik sporttörténelmi sikert értek el, a felnőtt csapat MB1-B-s bronzérmével, valamint az U22-es gárda MB2-es bajnoki címével. Az elmúlt években nagyon-nagyon meghatározó volt ennek a városnak a neve. Legtöbbet nyilván a sporton keresztül forgott, bár hallgattam városvezetőtől olyan gondolatot, hogy ez a város már nem a sportról, hanem a civil szervezetekről szól. Én nem tudom, mi a definíciós különbség, mert ez egy civil szervezet egyébként. Hát aki ezt nem érti, az nyilván mondhat félreértésre aggadó dolgokat. A Kozár Misleny ESE célja, hogy ne csak a város, hanem a megye és a régió meghatározó egyesülete is legyen. A klub jó úton halad a felé, hogy a térség legnagyobb utánpótlás bázisát alakítsák ki. Szolga Antal alpolgármester minden sporteseményen részt vesz, amint csak teheti. Összességre mintegy 800 főről beszélünk. Nagyon nagy szám. Kozár Misleny életében 800 főt megmozgatni, 800 fő sportoló, ahhoz tartozik 800 szülő szinte. Nagy szülő, mind ahogy én is nagy szülőként vagyok itt, ugye meg. Elnökségi tagként nagyon sokat jelent. Kozár Mislenynek ez, és úgy néz ki, hogy hagyományt fog teremteni, és egyre jobban sikerül a tavalyi, nem volt ekkora, mint az idei. Látszik, mekkora tömeg mozdult meg, mennyi gyerek. Tehát az aprójától egészen a nagyik, itt van mindenki, és mozog. Az ünnepségre elfogadta a meghívást a baranyai származású Danyi Gábor is, aki ebben az idényben bajnoki címet, magyar kupát és bajnokok ligáját nyert a Győri Audi KC-val, és szerződését meghosszabbították a 2019-2020-as szezonra is. Ugye most szünet van, egy pici pihenő is van, ami egyébként ránk fért már, rám legalábbis nagyon, és nagyon nagy örömmel jöttem ide. Itt tényleg úgy érzi az ember magát, mint egy nagy családban lenne. Nagyon jó látni és nagyon jó érezni ezt a hangulatot, ami itt van. Minden sportág tényleg úgy van egymás mellett, mint egy igazi családba, és nagyon nagy örömmel jövök vissza mindig, nem csak Kozár Mislenybe, természetesen Pécsre, Baranyába. A juniálison a legkisebbektől a felnőttekig mindenki talált magának sportos elfoglaltságot. A játékos csapatverseny után egyéni öt próba feladatok voltak, majd az edzők a gyerekek ellen játszottak kézilabda, kosárlabda és teremlabdarúgó mérkőzést. A díjátadón jutalmazták a sportágak korosztályos legjobbjait, az év kosárlabda felfedezettjét, valamint az önkéntes segítőknek is megköszönték a munkájukat. Halhatatlan sportolókkal találkozhattak egy kaposvári szakgimnázium diákjai,
Hegedűs Csaba olimpiai bajnok birkózó és Weichmann Tamás 9-szeres kenu világbajnok több évtizedes barátságukról és a sikerhez vezető rögös útjukról is meséltek. A kenu király és a tus királya két máig köztünk élő legenda, akik a 60-as évektől megnyertek szinte mindent, ami sportágukban lehetséges volt. Hegedűs Csaba szerint a sikerhez vezető úthoz elsősorban pozitív életszemlélet és vas akarat is szükséges, amelyet gyermekkorban még nem biztos, hogy el tud sajátítani az ember. Az olimpián való szereplés azonban minden világversenytől eltérő. Én 72-ben világbajnokként mentem, nem is akármilyen világbajnok itt az olimpiára, és amikor a Marspic jött velem szembe, vagy millió nagy atléta, akkor rájöttem, hogy egy porszem vagyok. És mégis ez a porszemnek van annyi belső tartása, olyan múltja, olyan genetikai öröksége, hogy egyszer csak emberré válik, ott a világ legnagyobb megmozdulásán, és legyőz mindenkit. Ráadásul úgy, hogy szinte a legtöbb ellenfelét két vára fektette. Innen a tus királya elnevezés. Weichmann Tamással való barátsága egészen 1979-ig nyúlik vissza. Akkor kettejük közül választották ki az év sportolóját. Első ízben ugyan Hegedűs nyert, de a barátságuk megmaradt és a mai napig is töretlen. A sportolók szerint ma már kevés fiatal érez magában annyi erőt és kitartást, amennyit a versenysport megkíván. Azt az elszántságot és azt a hozzáállást, amit egy sikeres versenyzői pályafutás igényel, az nagyon kemény, és az nagyon kinkeserves. Tehát ott azt megélni, és nap mint nap végrehajtani azokat a feladatokat, nagyon fáraszt és kegyetlen kemény munka. Ennek ellenére egyik sportoló sem akart más utat választani magának. Aktív pályafutásukat befejezve sem szakadtak el sportáguktól. Hegedűs Csaba több évig volt a Magyar Birkózó Szövetség elnöke, Weichmann Tamás pedig még a mai napig is foglalkozik gyermekekkel. Ismét motorbőgéstől volt hangos Somogybabod, ahol immár 33. alkalommal szervezték meg a Nemzetközi Offroad Fesztivált. Sár, dagonyázás, autós falmászófutam, quadverseny, de a saját építésű autók is bemutatkozhattak a négynapos programon. Több mint 1300 hobbi és profi offroad versenyző állt rajthoz, hogy gyorsaságát és rátermettségét bizonyítsa. Az izgalmas versenyeken a terepjáró sport hazai és európai kiválóságainak is drukkolhattak az érdeklődők. Quaddal és terepjáróval is nekivágtak a versenyzők a két méteres sártengernek Somogybabodon. A Dagonya az egyik legkedveltebb pálya a Nemzetközi Offroad Fesztiválon. Domonkos Gábor Szlovákiából érkezett saját készítésű autójával. Benzines 3000-es, csak gáz kell nyomni neki, és megy mindenen. A legtöbben évek óta visszajárnak Somogybabodra. Ha belemész, vagy átmész, akkor nagy siker van, ha nem, akkor pedig jönnek, kihúznak. Ugye az ember mindig barátokat szerez, ismerősöket, és ez nagyon jó. A Dagonya mellett a gyorsulási verseny és az 50 méteres meredek domb is, azaz a siratófal sok kihívás jelentett a versenyzőknek. A szabadság, a benzingőz, dízelgőz, egyszerűen minden. A fesztiválon a magyar indulók mellett évről évre egyre több a német, olasz és felvidéki autós is. A nézőszám is rekordot döntött idén. Nagyon vegyes az egész. Az autók szerintem minden palettája föl vannak soroltatva, hála Istennek. És azért elég bevállalósak a sofőrök. A 33. Offroad Fesztiválra idén 1300 profi és hobbi versenyző érkezett. Magyarországon megszűntek a jó offroad helyek. Szinte ilyen nagyságrendben Somogybabodon kívül nem is nagyon van versenylehetőség. Tehát nyilván itt összpontosul Babod világa meg a terepgépészek java. Másrészt pedig egyre többen vannak a tehetősebbek közül is, akik bár összkerekes autót használnak, de vesznek még egyet, kis Suzuki-kat, használt öreg Range Rovereket, bármit, amivel meg bemennek a Dagonyába. Tehát ez így összességében szépen-szépen évente fejleszt bennünket. A fesztivál sikerességét az is jól mutatja, hogy nem csak a versenyzői létszám nő évről évre, hanem egyre több nézőt is vonzanak a futamok. Idén mintegy 8000-en voltak kíváncsiak a Babodi Offroad Fesztiválra.
Európa legfittebb embere lett a szekszárdi Barkóczi Tamás, a Fitness és Testépítő Világszövetség Európa bajnoki címét hódította el a sportoló. A versenyek komoly előírások és szabályok szerint zajlanak, mondja a testépítő, akinek gyerekkori álma vált valóra azzal, hogy Európa bajnok lett. Egy konditermi gépen végez gyakorlatot Barkóczi Tamás, Európa bajnok testépítő. Pünköstkor rendezték meg Budapesten a Fitness Európa bajnokságot, amin többek között ő is felülhetett Európa trónjára a kategóriájában. A testépítő azt mondja, nagyon régóta készül már arra, hogy egy ilyen rangos versenyt megnyerjen. Nagyon régóta versenyzem, számtalan világversenyen szerepeltem, már voltak európai ezüstérmes helyezéseim, VB harmadik helyezésem, VB negyedik helyezésem, de még sose sikerült versenyt nyernem. És most igazából itthon, hazai közönség előtt májusban sikerült megnyernem az Európa bajnokságot, barátokkal, igazából szülők kísérletében, barátunk kísérletében, tehát ez egy külön nagy öröm volt a számomra. Minden világverseny előtt van az országoknak egy kvalifikációs versenye. Magyarország is megrendezte sajátját, ezen győzedelmeskedett a testépítő. Ebben a sportban sokkal több munka van, mint amennyi látszik, mondja Barkóczi Tamás, és a hangsúly nem mindig a látványosnak számító edzésen van. A háttérmunkában sokkal több dolog rejlik, mint valójában az edzésmunkában. Edzésmunka ugye minden sport megvan, nálunk igazából a háttérmunka helyes táplálkozás az, ami nagy erő kifejtéssel jár, illetve odafigyeléssel. Tehát igazából én azt lehet mondani, hogy az elmúlt két éve szinte végig diétáztam, kisebb nagyobb kihagyásokkal, és az utolsó verseny előtti három hónapig az pedig versenydiétából áll ugye. Ott gramra pontosan számoljuk a bevitt mennyiségű tápanyagot, mind a fehérjét, mind a szénátot, mind a zsírt, figyelünk a vízfogyasztásra. A testépítő azt mondta, büszke arra, hogy a kemény munka kifizetődő. A fitness verseny megnyerésével gyerekkori álma vált valóra, és karrierjének az egyik csúcspontjaként tekint az Európa bajnokságra Barkóczi Tamás. Ennyi volt már a Pannonkrónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra!